Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Kész a stopsoros törvénycsomag. Ennek részleteiről Dömötör Csaba államtitkárt kérdezzük. Állítólagosan betelepített 1300 migráns és Csepel, mint ellenzéki szakító próba. Vendégünk Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Gulyás Mártonék megrongálták a törvényesen működő állami számvevőszék épületét. A stúdióba várjuk a hivatal szóvivőjét, Horváth Bálintot. Új republikánus közeli amerikai nagykövet érkezhet Budapestre. Vendégünk lesz Kaló Máté, Amerika szakértő. Vendégem pedig Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Többet tudunk már ugye tegnaphoz képest erről a bizonyos top soros csomagról. Azt mondta Lázár János, hogy februárban beterjesztik a parlament elé. Ha elfogadja a parlament, akár hatályba is léphet, mondjuk még az áprilisi választások előtt? Hatályba léphet, most egy társadalmi egyeztetés indul el. Mindenki elmondhatja a véleményét, a civil szféra is elmondhatja, a parlamenti pártok is elmondhatják, és a tervezet a mai naptól nyilvános, úgyhogy a következő hetek zenéje az, hogy mikor tudja ezt elfogadni az országgyűlés. Azt azért tudni kell, hogy a választások miatt a tavaszi időszaka sokkal rövidebb, mint az szokásos egyébként. Tud, egy hét parlament lesz még, hogyha jól emlékszem. Igen, az országgyűlés dönt róla, de igen. Na, menjünk egy picit végig ennek a rendelkezésén. Így az első része az arról szól, hogy regisztrálni kell ezeknek az illegális migráció szervezésében résztvevő szervezeteknek, és egy számot kell adni a tevékenységükről. Ennek mi a célja? Ennek a résznek? Az a cél, hogy mindenki tudja, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek segítik a bevándorlást. És egyébként ez a kérdés, ez nem csak Magyarországot érinti. Európa számos országában érzékelik azt a hatóságok is, a közvélemény is, hogy vannak maguk a civilnek mondó szervezetek, amelyek elősegítik a bevándorlást, mert különböző okokból ők azt gondolják, hogy ez jó Európának. Van ezzel kapcsolatban vita Olaszországban, ahol egy szicíliai ügyész arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes álcivilek nyíltan összejátszanak az embercsempészekkel. Görögországban is találtak szórólapokat, amelyek segítik a bevándorlókat, hogy hogyan játsszák ki a határellenőrzést. Vallják magukat homoszexuálisnak, vagy vallják kiskorúnak maguknak. Kiskorúnak, kísérő nélkülinek. Az osztrák, a most már megválasztott osztrák kancellár is nyíltan beszélt arról, hogy nagyobb átláthatóság kell az NGO-k köré, ahogy ők mondják, és Magyarországot is érinti ez a jelenség, mégpedig azért, mert Magyarország bevándorlási frontország. 2015-ben 400 ezer bevándorló érkezett Európába Magyarországon keresztül, és azt látjuk, hogy idehaza is vannak olyan szervezetek, amelyek elősegítik a bevándorlást különböző módokon. Például kettő bangladesi bevándorlónak jogi segítséget nyújtanak abban, hogy feljelentsék Magyarországot elmarasztalják, ez a szervezet utána még pénzt is keres rajta, de ez csak egy példa volt a sok közül. Akkor ezt nevesítsük a Helsinki Bizottságról. Igen. Van szó, tehát a Helsinki Bizottság ebbe a körbe esik? Ez attól függ, hogy mi lesz a jogszabály végső formája. És ugye ez a jövőre vonatkozik, azokra vonatkozik, akik a jövőben szerveznek majd bevándorlást, illetve támogatják a bevándorlást. Önbevalláson alapul, de nyilván bizonyos tények alapján, külföldi utalások alapján, konkrét politikai akciók alapján a hatóság is megállapíthatja, hogyha bevándorlás szervező egy picit konkretizáljuk ezt, mondjuk. Én nem tudom, hogy önnek vannak-e kétségei arról, hogy mindenféle európai jogi fórumot és az Európai Bizottság Brüsszelt meg fog járni ez a bizonyos törvénycsomag. Amennyiben a Helsinki viszi majd ezt az ügyet, az illegális bevándorlás elősegítésének, szervezésének számíthat? Mondjuk elmennek Strasbourgig? Hát a jogszabály vitája az nem. Tehát az, hogy a jogszabály hogyan nézzen ki, ott mindenki elmondhatja a véleményét, Magyarország demokrácia. Tehát itt inkább másra kell gondolni. Tehát az inkább aggályos, hogyha mondjuk van egy menekült kérelmet benyújtó bevándorló, akiről kiderül,
hogy Törökországban terrorizmusért elítélték, több évre, börtönben is ült. És az egyik ilyen szervezet, amelyik a támogatásainak túlnyomó részét külföldről kapja, jogi védelmet nyújt neki. Ez probléma. Mert hogyha több esetben is előfordulna, vagy ez, vagy az, hogy Magyarországot feljelentik nemzetközi fórumokon, az beláthatatlan biztonsági és egyébként anyagi kockázatot is jelent a jövőben. Ezért kell fellépni. De még egyszer mondom, nem csak Magyarország gondolkozik a megoldási módokon, hanem számos más ország. Van ez a része ennek a törvénycsomagnak, hogy a 25%-át a külföldről kapott pénzeknek be kell fizetni illeték formájában, hogy a határvédelem a büdzséjét gyarapítsa. Biztos, hogy vannak olyan szervezetek, méghozzá külföldről finanszírozott szervezetek, akik könnyedén ki fogják fizetni ezt a pénzt. Ez ellen hogyan lehet védekezni? Hát a nyilvánosság az nagy erő, szerintem már az is komoly lépés előre, hogyha jobban látjuk, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek külföldről kapják támogatásaik jelentős részét, és akik elsősorban azért kapják, hogy a bevándorlás terén aktív politikai szerepet játszanak. Tehát az már egy komoly lépés előre. Egy részét azért most is tudjuk, tehát látszódnak, hogy melyek azok a szervezetek, akik nagyon aktívak, akik mondjuk az Ahmed H. nevű terrorista szabadon bocsájtását követelik, ezzel az üggyel elmennek aztán a nemzetközi fórumokra is, nemzetközi bíróságokra is, tehát látszódnak ezek már. Csak jó lenne, hogyha az egésznek, ennek az átláthatósági törekvésnek lenne egy jogszabályi kerete is. Ha valaki megpróbálja mondjuk ezt a fizetési kötelezettséget kijátszani, most hasamra ütök, nem tudom, pont az Ökotárs Alapítvány neve jut eszembe, hogy az Ökotárs Alapítványon keresztül kap majd valami pénzt, ami nyilván külföldi forrásból származik. Arra vonatkoznak ezek a szabályok? Hát abban az esetben vonatkozik egy szervezetre ez a jogszabálycsomag, hogyha bevándorlás támogató tevékenységet. Ja, igen, tehát egy bevándorlás támogató szervezet, mondjuk az Ökotárs. Hát ez a jövő zenéje. Ha lesznek olyan szervezetek, amelyek pénzt kapnak, bizonyíthatóan pénzt kapnak, és aktívan támogatják a bevándorlást, akkor rájuk vonatkozni fog. Mm-hmm. És egyébként, ami az illetéket illeti, az adóhatóság tud majd fellépni az ügyükben. Tehát, hogyha elmarad a befizetés, akkor a NAV tud majd fellépni. Na, van ez a bizonyos, hát ilyen távoltartással kapcsolatos rész. Ugye a balliberális sajtó súlykolja már azt, gyakorlatilag másfél napja, hogy itt kitiltásról van szó. De itt van egy lényegi különbség a kitiltás és az idegen rendészeti távoltartás miatt. Miért más lényegileg a kettő? Hát kettő megoldási lehetőség van. Egyrészt, hogyha magyar állampolgárról van szó, aki támogatja a bevándorlást, szervezi, külföldi pénzügyi forrásokat vesz igénybe, akkor a schengeni határ 8 kilométeres övezetéből lehet távol tartani, de hogyha harmadik ország állampolgáráról van szó, akkor akár az egész országból is ki lehet tiltani, illetve távol lehet tartani. Ez a fő különbség. Ugye ez a távoltartás, ez... Tehát nem arról van szó, hogy nem léphet be Magyarországra, hanem arról, hogy a határövezetben nem mehet be. Igen, a 8 kilométeres övezetbe, igen. Ami indokolt is, mert a határok védelme az egy fontos törekvés. Azt mondta Lázár János ma a kormányinfón, hogy új időszámítás kezdődik. Ez most egy lehetőség arra, hogy Soros György abba hagyja Magyarország támadását. Tulajdonképpen egy menekülő utat biztosítanak most Soros Györgynek. Mikor lennének elégedettek, hogyha Soros György abba hagyná mondjuk az illegális migráció finanszírozását? Hát akkor mindenképpen elégedettek lennénk, de hogyha megnézzük, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években milyen írásos javaslatokat tett közzé, ezekről az elmúlt hónapokban azért már volt vita Magyarországon, illetve az általa finanszírozott szervezetek hogyan cselekednek Magyarországon, akkor azért nagy illúzióink nincsenek. Tehát elmondtuk talán itt az EKO televízióban is sokszor, hogy írásba is adta azt a javaslatát, hogy évente 1 millió bevándorlót telepítsenek Európába. Szerint ez gazdaságilag is jó lehetőség. Aztán azt is mondta, hogy nem lát más megoldás, mint sem, hogy ezeket a bevándorlókat, millió számra érkeztek egyébként az elmúlt években, és szétosszák kötelező jelleggel. Ezt még megfejelte azzal, hogy azt írta, hogy 9 millió forintnak megfelelő támogatást kell biztosítani 2 éven keresztül. Ezek azért súlyos dolgok, ezeket írásba adta, meg is jelentette. És a probléma az, hogy ezek nem egyszer elmondott vélemények, vagy egyszer leírt vélemények voltak, hanem egyes elemeiben ezek a javaslatok aztán megjelennek az uniós jogszabályokban, jogszabálytervezetekben is. És ez súlyosbítja az, hogy közben
külföldről pénzelt szervezetek gyengítik az egyes államok, így Magyarország védekezési képességeit is. Tehát ezzel a kettős kockázattal kell nekünk szembenézni, és ezzel kell foglalkoznunk a következő hónapokban is. Tehát egyszer a kvótát le kéne venni végre a napirendről, illetve nagyobb átláthatóság kell, illetve erősebb szankciók kellenek a Magyarországon tevékenykedő szervezetek ügyében. Ugye ön említette az előző válaszában azt, hogy nincsenek illúzióik arról, hogy Soros György hogyan fogja jövőben végezni a tevékenységét. Mekkora léket tud ütni a Soros terven, mondjuk ez a törvénycsomag? Ezt előre még nehéz megmondani, hát elhúzódó csatára számítunk. Egy biztos, tavaly évvégén 18 milliárd dollárt folyósított az alapítványának. Ez egy óriási nagyságrend, tehát ez sokszorosa annak, amennyit mondjuk a magyarországi pártok, amennyiből a magyarországi pártok gazdálkodnak, de volt olyan amerikai elemzés, amelyik azt is kimutatta, hogy sokkal nagyobb ez az összeg, mint amit 2016-ban az összes amerikai kampányra fordítottak. Ebből is látszik, hogy óriási erőforrás ez azok számára, akik a bevándorlást segítenék Magyarországon, vagy bármelyik más európai országban. Tehát én inkább elhúzódó csatára számítom. Számítok ebben az ügyben. Dömötör Csaba, köszönöm szépen a tájékoztatást. Köszönöm a lehetőséget.